Sziasztok! Sziasztok! Ahogy az előző videónkban is ígértük, ma a Ubiquiti UXG Pro terméket fogjuk nektek bemutatni, illetve teszteredményekről is fogunk nektek beszámolni. Tehát az UXG Pro az lényegében az öregecske USG és USG Pro 4 kiváltására hivatott, ennek mondhatni egy utódterméke. Ugye ezek felett már eléggé eljárt az idő, hát igen. Teljesítményben már... Elég régóta nyúlt hozzá utoljára, Jubi. Hát így van. Úgyhogy ezt a terméket mindenképpen nagyon vártuk, mert egy nagyon fontos eleme lehet a hálózatunknak, főleg ha a hálózati biztonságra is kiemelt figyelmet szeretnénk fordítani. Megnézzük? Nézzük meg a terméket. Bontsuk ki először szerintem. Ott a teljesen megszokott csomagolás, a külső tekintjük. Szerelékanyagok. Egy apró meglepetés, hogy... Kaptunk hozzá egy dockábelt, amiről egy kicsit később fogunk beszélni, hogy ez miért is jó. Így van, ezt átadnám. Bontsuk csak ki. Jól látom, hogy ez körülbelül az USG Pro 4-nek a házával egyenlő, Dream Machine, igen. Tehát fizikai paramétereket szerintem. Kisebb módosításokat leszámítva. Körülbelül ugyanazt láthatjuk. Hát mielőtt mélyebben belemennénk, hát nézd, mi is ez a termék, amiről beszélünk. Ez körülbelül 2-3 hónapja jelent meg. Lényegében ez egy lecsupaszított Dream Machine Pro vagy SE, amin nem tudunk alkalmazásokat futtatni, illetve switchet sem tartalmaz. Kisebb és közepes vállalkozásoknak, vagy vállalatoknak a hálózatában helyezhető el. Hát inkább közepes és nagy vállalatok, hiszen a portok mérete miatt már kicsit más a történet. Való igaz. A gyártó alapjából azt ajánlja hozzá, hogy használjuk a cloud konzolt, $30 havonta, amiért cserébe 500 UNIFI eszközt tudunk felvenni a kontrollerben, vagy kell hozzá egy saját standalone kontroller, amivel vezérelni tudjuk, hiszen nem tartalmaz networköt és egyéb alkalmazásokat se, ahogy a Gábor mondta, nincsen beépített management, egyáltalán semmilyen. Tehát akkor lényegében egy cloud key-jel már meg vagyunk, nem? Tehát van egy cloud key-nk, akkor tudjuk vezérelni. Lényegében igen. A CPU az ugyanaz, mint az előző Dream Machine-ekben, annyi különbséggel, hogy itt már nem kell másra figyelnie, csak a routingra. Aminek azért vannak áldásos hatásai is, de... Főleg a sebességben, így van. Később. Na de a RAM, az pedig csak... 2 GB DDR4 memória, ami pont a fele a Dream Machine szériában, és már oly sok termékben megismert 4 GB-nak. De ugye mivel nincsen management, itt nincs is annyi dolga. Igen, tehát teljesen felesleges, itt tudtak spórolni rajta. Az, hogy milyen tárolóeszköz van benne az OS-es, illetve a firmware-nek, majd az IDS és az IPS-nek, sajnos arról nincsen még információnk. Bár én gyanítom, hogy ugyanaz az eMMC-s megoldás van benne, mint az előzőekben. És az eszköz kibontani nem tudjuk, hiszen akkor ugye garanciavesztés történik, úgyhogy így nem tudjuk meglesni, de ki fogjuk deríteni. LAN és van oldalra kaptunk rá egy darab gigabit Ethernet portot, illetve egy darab 10G-s SFP-t. Van benne egy 50 wattos beépített tápegység. Ugye itt most a poem miatt nem kell elszállnunk. Persze. Illetve ugyanúgy a Ubiquiti-nek a saját USB-s megoldásával csatlakozható rá szünetmentes. Ami itt még extra az UDM-ekhez képest, hogyha megnézzük a hátulját, akkor itt kaptunk egy AC out kimenetet is. Ugye ez azért lényeges, mert a DAC kábelt azért kaptuk hozzá, amit mondtam, hogy később elmondom, hogy mivel ő egy router, így a DAC kábellel rá tudunk kötni egy switchet, és a switchet be tudjuk táplálni akár erre az AC megoldásra is. És ugye egyetlen egy konnektor helyet foglalunk el így a rekszekrénybe. Nem egy általánosan bevett megoldás, nem? Tehát nem, de hát igazából, ha végig gondolod, konnektorban mindig kevés. Igen, persze. Továbbá ugye még mindig az a fő problémánk, hogy a két darab van portunk, az továbbra is csak fél overben tud működni, az előző videóban is említettük. Még mindig várjuk az 1.13-as verziót, ugye jelenleg, amikor a videó készült, akkor 1.12.19-es verziónál járunk. Mert szükség lesz rá, mondom. Hát a load balance az nagy hiány, továbbra is igen, ezt én is így gondolom. De legalább tudjuk, hogy melyik verziótól fog majd ez
az Így van. megjelenni. Tehát Hát ez várhatóan. Látható időn Tehát, hogy belül ez nem egy fix lesz. történet, ez várhatóan. Igen. Aztán reméljük, hogy tartja magát ez a jó ikvités. Dávid, hogyha megnézzük ezt a terméket, vagy a leírását, akkor ugye felfigyelhetünk rá, hogy IPS, illetve IDS képességekkel is rendelkezik. De én úgy tudom, hogy ez valamivel azért mégiscsak más, mint az előző termékekben meglátott milyen funkció. Így van, hiszen a Threat Management ugye eddig is benne voltak az UDM-ekben, más-más terjedelmekkel, nem volt annyi beállítási lehetőségünk, mint az új UXG-ekben. Itt több funkciót kaptunk bele, de erről egy későbbi videóban majd mélyebben kivesézzük a témát. És hát ugye, mint említettük, a processzornak itt nem kell menedzsment feladatokat ellátni, ezért, hogyha be van kapcsolva az IPS vagy az IDS funkció, akkor sokkal nagyobb kapacitást tudunk elérni, mint korábban, amit tudunk számokat, hogy körülbelül Így mennyi. van, tudunk számokat, de akkor beszéljünk egy kicsit a mérési eredményekről. IPS-IDS beállítása nélkül, ugye a standard alap beállításokkal, ott kvázi wire speed-et mértünk mindkét irányban. Ugye felfelé irányban mértünk 8,7-9,3 gigabitet, lefelé irányba 9,3-9,7 gigabit között. A mérést azt 10 szálon futtattuk, 5 percen keresztül, IPF-fel. Amint bekapcsoltuk az IPS IDS-t, ugye ott a CPU kifeküdt, kaptunk egy 100%-ot, és a sávszélességünk egy kicsit több mint a felére csökkent. A durván ilyen 4,3 gigabit per szekre leirányba. Felfelé irányba ugye sok jelentősége nincsen, mert csak a befelé érkező csomagokat csekkolja az IPS és az IDS is. Hát akkor jól látható, mondjuk egy Dream Machine Pro-hoz képest azért ez egy jelentősebb előrelépés, mert ott az IPS IDS során ami 3,5 gigabit így van a körül, kapacitás. Meg ugye ott a CPU-nak, mint említettük. Bocsánat, lehet, hogy rosszul mondtam, mert hogy ott IPS IDS nélkül tudott annyit, így az van. UDM Pro, és ha bekapcsoltuk az IPS IDS-t, akkor ez még jelentősebben hát ott is durván a felére visszaesett. Így van. Tehát itt azért látható, hogy hiába van ugyanaz a processzor, azért egy szignifikáns előrelépéshez számíthatunk ilyen tekintetben. Így van. Dávid, tegyük fel, hogy nekem van otthon egy USG Pro 4-em, és már gondolkozok rajta, hogy váltsak. Ne gondolkozz, cseréld. Ne gondolkozzak azonnal, ne instant vétel. Ugye az a baj az a régi USG-kkel, hogy nagyon elavult hardware, mint a CPU, mint maga az eszköz. Már több mint 5 éves, nem? Tehát hát igen, 5-6 évesek. Tud annyival többet az eszköz. Árérték arányban meg végképp. Az UXG Pro szerintem egy elég izgalmas eszköz. Ahogyan a Ubiquiti-től megszokhattuk már, a friss funkciók azok majd a frissítésekkel fognak bejönni. Ugyanúgy a load balance-ról is beszélgettünk. A mai adásunkban durván ennyi fért bele. Nagyon sok izgalmas történetet még nem tudunk elmondani erről az eszközről. Majd a tapasztalatok szépen hozzák ezeket. Igen, és hát köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, és megnéztétek a videónkat. Ne felejtsetek el feliratkozni és lájkolni minket. Köszönjük. Sziasztok! Sziasztok!